Hallat. Na, mehetünk is be. Nincs több Mityi Matyi. Számlázatokanás fönn van. És akkor mehetünk az utolsó meccsre mai nap folyamán. Ugye az már olvasható lesz hamarosan, úgy gondolom, akár mai nap is kipótolják, de holnap leges legkésőbb az időpontok ugye önmagában megvannak, hogy mikor lesznek. Hogy melyik csapatok kikkel játszanak, az még nem. Úgy tudom, hogy holnap is ugye BU1 van, és döntő lesz talán BU3 csütörtökön, de ugye az időpontból, hogyha látjátok, 19 és 20 óra, ez evidens. Most 19-20 óra nem tudom, hogy kinek jó, nekem sajnos nem a legjobb, de hát jobbat nem tudok. Tehát ha akkor van, akkor valahogy elintézem, de tehát én tehát már most is dolgozok, sajnos, és örülök, hogy nem hívtak még el. Szeretem ezt az este 8 órát megúszni, ha nem akkor van, de ugye valaki még dolgozik, sulizik, és ilyenkor ér haza, hát ez emberre válogatja. Ezzel sajnos nem tudok mit csinálni, de ha változik, még az jó lenne. Éreztem, hogy jó lenne. De ez nem rajta múlik. Játék után pedig sorsajás a Renegade kupának a szervezőnek köszönhetően lesz a nézők között egy sorsajás, szóval messzire ne menjen senki. Szóljatok a Biri Bariknak, hogy hát a családon belül lehet elnyerni ezt az utcot. Reklámozni nem kell reklámozni. Na nézzük, ez itt micsoda. Jó, van, hagyjál szükséges, mihez? Puty. Puty. És köszönöm, jó rólnak a zenéje, tetszik, bejövős. Fiam Gábor, azért ilyennél beregisztrálni a Facebookra, de csak azért, mert most kérték meg, hogy fogadjam már el a csoport izét, mert négy csoportban is ugye legaktívabb én fogadom el az embereket. Mindenki matyizik, én már Facebookon élek, ott kelek föl, ott alszok el. De már nem merek bemenni elérhetőbe konkrétan, mert lehet, hogy kifagy az egész böngészöm. Ritka alkalom egyike, hogy ilyen 10 jelentkezőből ne lenne legalább egy külföldi valami spam reg, de most mindegyik jó volt. Ja, na jó! Döntő akkor lesz 23 meccs írja pacal. Az übötű gondolom nem kell volna oda, de ettől függetlenül igen, 20 órakor lesz, és elvileg csütörtökön lesz. Ugye utána döntő után én már húzom szét a gépet, pakolok össze, és másnap pedig húzok le az ICR-re. Ott pedig, aki akar, azt tud elég sok mindenkivel találkozni, köztük velem is, de szerintem a community-nek tényleg a jelenleg létező emberei azok nem lesznek, akik jelentenek valamit is. Szóval itt most elmondta szerintem majdnem minden nevet, Vizáron kívül. Ő nem hiszem, hogy lejön, mert nem az övé, ezért már nem jön le. És nem is a miénk, ez a senkié, közül nincsen hozzá egy kié, de oda nem megy le, mert az nem lol. Az nem lol. Na de mindegy, kedves K. Bálint biztos le fog majd cseszni, ezért az monotérés, de én csak ezen mosolyogtam. Közben volt a Drivenban, érkezett Annie-ban, Jana-ban, Ziggs-ban, Kasszon és a legutolsóbb bant, nem látjuk, mert nekem vagy lemaradt, vagy bebugolt. Azt majd remélem, hogy valamelyik úriember majd pótolja nekem. Nem is tudom, kit vettem föl talán itt a jobb oldali csapatból. Na a másik az, na jó! Most akkor lehet majd filózni, hogy milyen csapatneveket adjunk a két csapatnak, ugye, mert a baloldali az biztos, hogy mocskos hosszú, én úgy emlékszem rá, de mindjárt meg is nézem. Igen, most mind a kettő hosszú. League of Lovasi. A Lovasi az rendben van. Jó, lesz a Fluxus meg a Lovasi. Na, Fluxusban biztos egy csomó szel fogom rontani, hogy mit tudom, Fux vagy Luxus vagy Lux, Fus vagy ilyesmi, de Fluxus VS Lovasi team, ugye baloldalt a Fluxus, jobban pedig a Lovasi csapata van. Tehát ez evidens. Ez majd beírásra kerül, hogy mi is ott járunk. Nem is volt. Play IT-ja, hogy nem mennék Play IT-ra? Még ha közön nem semmihez, mert ugye nem szeretnek, ezért nem érdekel ott a helye, szerintem elég sok mindenkinek. Az amúgy egész jól kezd alakulni, de még semmi infó. Az a pont, hogy április 26, ugye? És itt vagyunk március elején, és még semmi infó nincs róla. Semmi. Nem tudom, mi lesz, hogy van, mi van, de gondolom, lesz lol megint, aztán ilyenek. Ja, Fuxus, igen, köszönöm, hogy estike, lehet, hogy pont ezt fogom mondani. Balalovasi, azt mondod? Mert én az ágráz alapján nézem, és ugye eddig mindig ült a balolat, ugye a baloldal csapat volt, jobban pedig másik, de ha neveken átnézünk, akkor azt mondja, hogy hát igen. Várjál csak.
Nem baj, van nekem egy leírásom a csapatokról is. Erre most felvettünk. Tehát, ezt tudjátok mi a poén? Tehát... A szervező az egész csapatlistát rám lemásolta nekem. Tehát minden egyes játékos tudta a nevét, de nem lehet lemaradni a meccsről. Ez úgy hívom, precizitás. Tehát biztos meg volt neki amúgy is külön, de hogy megírta, leírta, elmondta, és igazából én is visszatom követni. Tehát igazából most elkezdek kutakodni, rásnézek a chatre, és egy másodpercen belül megmondom, hogy melyik csapat melyik, már függetlenül attól, hogy még nem látom őket sohasem játszani. Tehát jelen pillanatban ott van, tessék. Nagyon egyszerű. Dessinkő és végig itt van, NFSPS vezetője, tagok, VS, Novetsky, Ravens, tehát igazából minden megvan, hála jó, és még Vadhalál, ugye, aki jelen pillanatban a Fluxusnak a csapata. Tehát Lorti, Kapitány, Söreszt, Halál, Zoxin, Detox, Lovasinál pedig Nagart, tagot, tehát így tovább. Ezt mondom, hogy tehát ilyen szinten megvan ez most szervezve, a kalappal. Hát na. Na jó, hát akkor kicsit foglalkozunk azzal, amit látunk. Jelen pillanatban ugye azt mindenki tudhatja, hogy a V-ban nem volt meg, a pick kapásból, utolsó banról még mindig nincsen a lövésünk, mi volt jobbulat, én sajnos nem látom, hisz szerintem gondolom ti sem. Az ott lecsúszott. Az ott elbugolt. Ugye, hogy V, ugye Flash Smite. Gondolom. Én csak a V-Jungle-t tudnék tippelni, itt baj nem biztos, tehát ezen kár filózni. Jinxet látunk, Jinxet ma még nem láttam. Én mindenképpen végképp örülök. Elvileg mindig a broken karakterek közé sorolják őket. Jinxet is, meg Beat is például, de... Nem feltétlenül minden helyzetben. És Irelia, Istenem, Irelia-t is milyen régen látunk már. Na, hát toppon, rajtan Irelia. Az ős ellenséggel, köszönöm toppon. Thresh Ezreal fog érkezni botnére a Jinx, és hát levon a páros elé valószínűleg, minden pedig Orianna és Morgana elképzelhetően, így van, és topon pedig ugye már elmondtuk. Itt kizárás alapon csak a Vee mehet a jungle-be. Én egyszer láttam Vee midet, vicces volt, poén volt, topot is erősnek erős, de azért jungle-ben csak olyan protokál, mint bárhol máshol. Ezért az tény. És a Matyi tám elkezdik, ugye most a számlászpereket meg lehet kacsingatni szépen, mi, hol, ki, mi, hol, mi. És már is leolvasható kapásból az, hogy a Leona Exhaust-tal jön ki. A Thresh Exhaust-tal jön ki. Nincs Ignite, egy Ignite van jobb oldalt, és kettő pedig bal oldalt. Tehát a lovasi team jelen pillanatban inkább Ignite-ra ment rá, midre, miden is. És ugye jelen pillanat fokszosok pedig. Orianna személyén pedig inkább a barrierre pluszba. Tehát a Orianna-k, Zixek mostában csak barriert hoznak. Írsz, mi az in-game neved? Tök mindegy, Zoli úr, én ide nagyon ritkán járnak föl Eastre. Nem Easten játszok, de persze itt is foglalkozunk a játékkal, ahogyha van rá mód. Arrég Jakund, azt hiszem, hogy White, Soulcast TV, Soulcast Pierce. Még kevesebb vagyok biztos, de mindjárt megnézem neked. Hát van. De tele vagyok. Nem tudom elfogadni, de mondom, Easten nem játszok. Ez egy 3 éves akkont, és level 9-es. Egy-két Dominiont elbóckodtunk régebben, ugye, amikor mondjuk kupákon matyiztunk, és még nem volt adás. De ettől függetlenül igen, egy kis fel lehet venni, hogyha nem menne tele. Akkor a level 30 alatt. Milyen honlapra toljátok fel a streameket, hogy utólag lehessen nézni? Fodorfa! YouTube! Felkiállt a YouTube, és bárkinek ezt nem tudná. Ott van, oda minden meccset, szinte azonnal töltünk föl, szerintem Tomer, én rá is nézek, hogy hogy áll Tomer, pillanat, mert ugye látom, de már nem egyszer volt olyan, hogy még a streamnek vége se volt, de már Tomer tölti föl. De most még nem tölti Tomer, azért most nem volt olyan szorgalmas ma este, de szerintem holnapra majdnem biztos, hogy ezek föl fognak kerülni, ez mind rajta múlik, illetve hogy mikor fog ő ráérni. Számon kérni nem szabad, de ő az, aki ezzel foglalkozik, már régesre jóta. Tehát reménykedünk benne, hogy holnapra ezek is felkerülnek. Pierce egy feeder! Köszönöm szépen, Skinzorka! Én is hasonlóan érzek irántad. Köszönöm.
Na, hát ugye jelen pillanatban azt mindenki láthatja, hogy azt akartam mindig valahogy, hogy amikor a Matyitában elkezdődik az egész, akkor lehetesen látni ezt a visszaszámlást. Ugye még az alapdirét, hogy megkapjuk a 3 perc, ugye mindenképp a játék védelem érdekében, de 20 másodperc van a töltünk be. Mondjuk azért, hogy külön variálni, nem hiszem, hogy túl sok értelme lenne, de lehetne éppenséggel, de most hát el kell hírni, amit én mondok. Tudom, nagyon nehéz, de más lehet is nincsen. 7 szekundot töltünk be a játékba, és elkezdjük a ma este legutolsó meccsét. És igazából a 10 órás befejezéstől szerintem nem leszünk messze, tehát le a kalappal a csapatok előtt is, hogy itt voltak időben, a szervezés előtt is, és remélem, hogy holnap is és sűrűtökön sem lesz problémánk, és minden gördülékenyen fog menni. Most töltünk be ezt a fekete képet, néha szeretem amúgy tapasztalni, hogy van, aztán így tölt is, meg nem is. Na, itt van. Senkit ez a valami meg, nem a Deshinkú és nem az Aurur és játszik, mindjárt korrigáljuk. Ugye kék csapat ma jelen pillanatban teljesen evidens most már, hogy a lovasi tím játszik kék színekben. Azt a nevet adjuk nekik, a lovasi, szerintem az teljes pitében rendben is van. Kicsikét őket céljára húzzuk, hogy legyenek jobban kigyúrva. Ha tudni, hozzá tudok nyúlni? Nem tudok hozzá, nézd meg, megőrülök. Na, hadd húzzam már szí. Hát itt forrol nekem az a kis kurzor, és nem tudom széthúzni. Hát akkor így húzom szíjjel így nagyra. Jó, mindegy. Arról is helyett, hogy pedig a Fluxus csapat fog játszani, és csak az egyikük megy tovább van este folyamán, és holnap csak ők tudják folytatni. Tehát mindenképp tétre megy a meccs. Hogy nézzem közel, Lord T jelen pillanatban kicsikét betöltési gondokkal küzdik. Az Orianna. Ja, hazudtam, nem az Orianna, hanem Irelia. Ugye? Igen, Irelia. Yes. Yes, yes, yes. Na jó, közben nézzük be csetben, amíg töltünk be, most van időnk. Pierce fellefenni is. Ne, sajnos tele vagyok, azt mondtam, hogy sajnos nem. Csodálom, hogy Morgana mit. Most a Morgana szupport a divat. Azt mondta! Írja Bazsi. Pierce Bartos most... Videóin mindig szakadok én is. Ne aggódj, ezek én fel vagyok készülve. Most már volt nyereményjáték és sorsolás. Kis Gempa West nem. Ezután a meccs után kapásból azonnal oda megyünk. És már mondanám előre, hogy... Mondanám előre, hogy konkrétan annyit fogunk csak kérni, hogy Twitch-en fogok írni a nyertesek egy privátot. És... Sorry. Na jó, annyira csak, hogy ugye egyszerű, a játék mechanikája az nagyon egyszerű. Ugye már elmondta a szervező, hogy jelen pillanatban még szükség van arra, hogy rájkolni kell ugye a mi Facebookunkat, meg a Renegade Facebook oldalát, illetve a Twitch-et kéne követni. És igazából ezzel már te regisztrált a játékra. Utána meg fogjuk nyitni a Google Chrome-ot, fel fogjön ez a giveaway-es cucc, és be kell írni a megfelelő szót konkrétan. A megfelelő szó beírás után egy abszolút random szinten lesz a nyertesünk, arra én rá fogok írni, és fogom tőle kírni, hogy egy Facebook linket dobjon nekem, és mindenkit továbbítom majd a megfelelő embernek, hogy utána minél hamarabb át lehessen venni a nyereményt. Ez így fog történni gyorsan a meccs után, tehát utána én megyek mindenképpen odébb, mert 10 órától nekem elég valószínűleg elfoglaltságom van, de plusz-minusz 10-20 percet nem számít persze, de te túl sokat már nem fog tudni maradni. Utána ígértem, hogy válaszolok, több ember is kérte, hogy majd szeretném velem beszélni, akárhogy a küzit, úgyis elavazom. Na, olyan is vagyunk, összehozigálni mindenkit szépen, tehát Wukong Zhang lesz jelen pillanatban, Jinx Adikeri, Ezreal Adikeri, Thresh Support, Leona Support, Vi Jungle és Renekton, Irelia Top, Morgana, Aurelianna, Maid. Lord T közben, kis Nightbreed Irelia skinne, Isten, de imádtam, de sokáig használtam. Hehehehe.
Na még egyszer, akkor miket kell lájkolni? Majd a moderátor majd beírja, itt van velünk a Renegade Kupa szervező, van moderátor joga, egyetemben lássuk, hogyha valami közleni valójában felénk, majd ő mindenképpen linkeli nektek, de a meccset is nézzetek mindenképpen. Elég lesz, ha a Facebook linket holnap küldi el, csak milyen is kidett a sorsom, azt még várd meg. Utána már elég, ha csak holnap válaszolsz, nekem teljesen mindegy. Mindenképpen befejezzük. Még jöttem, hogy közben egy kis játék, közben egy még Gyuri embertől, azt majd másik kereteken belül mindenképp megcsináljuk, és köszönjük szépen. Bármiféle támogatás érkezik, ezt jól tudjátok, hogy úgyis igazából ki van dobva. Tehát ez nektek szól. Így igazából. Ez van. Na jó, közben Wukong szedi a kékét. Ez szemben már is leszett a saját kékét. Na. Meg Pircsit fészen. Igen, a másik az Renegade-nek ott van, a miénket szerintem ismeritek, de felkiáltan ez Facebook segít meg, ugye ezt is Twitch-et kéne followolni. Utána le lehet venni, tehát én ismerem az ilyet, hát én sem szívesen followolok minden channelt, amit nem nézek, amit nézek persze, azt befollowolom én is. Ebből nincs haragút se. Ez mindenki saját döntés, hát ezzel probléma nincsen, nem megállunk, az Elis Shieldnek köszönhetően sikerült elhozni a Leonának, az a nászit nem lett volna meg. Sokat számít az, főleg amikor valakinek 5 farmja van, és ez innen meg 13, akkor elég sokat tud azért jelenteni. Norti próbál farmolni, megy vissza a saját tornya alnál, 10-10, toppon 13-13 a jungle-be, minden is egyenlően egál, Ezi, aki jelen pillanatban, ugye Söresz, aki meglepetést okoz szerintem a Leona Jinx párosnak, és a napon jön, hogy Thresh áll hátul Ezri mögött, ugye Ezri mindenki az elkényesítve tud egyet ugrani, elég, hogy a Thresh csak utána válaszol majd és próbál segíteni. Norti szépen gyűjti be a farmokat, jelen pillanatban az, hogyha írjél rátod a lane-t, annál neki nincs jobb érzés. Hát azt szerintem a legkellemesebb. Én imádom, amikor irireként rám tolják. Elég jól level a farmolói torony alatt. A legjobb szituációja a genkerésem. Amit szépen beszélünk, hogy valamennyi a damage-et rárasztanak, akkor utána, hogyha az elmélet több HP jön, akkor aztán megint csak működik. És abból lehet egy jót genkelni. És közben Leona, aki brutálisan kezdi el, a Slove kiment Thresh-re. Thresh-nek flash-e nincs, az Exodus is kiment, ott lesz a First Blood, Jinx hozza el, ott a passzív előri kapásból még, ezt is elkezdi pókolgatni jelen pillanatban. Egy jó kezdés, hátrányból, hogy a botnénen Leona, aki csinálta a play-t, mint a Shiddust látnánk, ugye srácok? De nem, persze Nagart látjuk, teljesen két különböző ember. Nagyon szép volt, kicsikét agresszív, de megvan. Megvan. Thresh az flash-et ugyan, de nem volt elég. Az Exus neki például ki sem ment, a Jinx-re rá se rakta konkrétan. Amit annyira nem is értek, de nem ment ki. Igazából csak ezt nézem Twitch-en, írja Atesz. Hát azért sok minden más is van, amit Twitch-en. Mi ez a nagy morgan, amit mostanában Finn Bruan kérdezi? Szerintem szóval... Várja. Igen. Értem. Még olvastam, csak nem mondtam ki hangosan, sorry. 23-27 topon, 30-33 miden, 22-30 AD carry közt pedig is érkezik Wukong topra. Ugye a piros azt lovol, Lortin pedig rajta 5 darab minion konkrétan. Ugye szépen ő el van itt, ez a agyon pusolt lénen elszorakozik. És ugye Wukongnak köszönhetően kicsikét megzavarták. Tehát a Lorti ritmusából kicsikét kirángatta jelen pillanatban ez a Wukong gang. De még ugyanúgy a klipek egész jól állnak és neki kedveznek jelen pillanatban is. Ez még mindig torony magasan vezet. Ugye perceket nézve, és az alapján ugye kihozva ezt a bizonyos farmanyiséget. Nem sok farm, de hogyha mondjuk ez 430-280 lenne, akkor ez megint elgondolkodható lenne. Persze, azért mondom, időarányosan nézve mindenképpen ez egész jó teljesítmény Ezreal-től. Igaz, hogy van egy kije Jinx-nek, tehát azért goldban olyan sokan nincsen lemaradva szám szerint konkrétan, még előtte is van. Azért
Azért ez megint egy másik téma. 42-35 topon Irelia javára, manájál túl sok nincsen, ugye Renekton-nak ulti is van. Egymást megölni, kicsi esélyt látok, főleg, hogy Irelia ölni, meg Renekton-t fordítva talán, ugye vice versa. De ugye ennyi HP-n tartani magad Irelia, mindig jó, lehet én ezt annál kezdeni. Abszolút jól farm, Irelia tartja magát és csinálja, közben Vi érkezik, jó a flash detox-tól, az kellett. Ugyanis a Prison el lett löve amúgy, és ha talán volna ez a Vi, a Vi, ultia nem volt, hát mondjuk igazából így, hogy Morgan a Prison elment abszolút rossz helyre, nem volt annyira biztos, hogy ez a flash szükséges lett volna. De ez a biztos, hogy van. Mert utána igazából az első CC alatt megkaphatja Morgan a ultit, akkor megint csak flash-enni kellett volna, jobb ez így, ez tutív. Ezt a 10 creepet szigorúan tartja Irelia Renekton-nal szemben. Minden pedig egál, és Jinx kezd följönni. Ugye ez egy kill, amit ő kapott, ugye konkrétan a földben is volt, nagyon megdobta őt. Ugye már 200 gold, az előbb még csak éppen hogy vezetett, már 200 gold vezet konkrétan, hogy mindenki jön vissza, és dolgozza le a creep hátrányát. A gold hátrány viszont nincs mit ledolgozni, mert jelen pillanatban ő vezet. Az a 400 G az milyen jó. Akárhogy számít, ha csak 20-szal számolunk arányosan, akkor is mindenképp egy 20 creepet legalább jelent. Ha 20 gólot érne egy creep. Tehát azért az... Ha elkezdek számolni, 42-60. Az igazából vezet farmban. Ha ezt így számolnánk át, és pont azért van gold előny, de... Nem számolgatom, nem matakozunk, mert csak rosszul jövünk ki belőle, főleg én. Morgan a 65, Orianna 61. A jungle-esek pedig nagyon csendben vannak. Volt egy Wukong érkezés topra, volt egy Vi érkezés midre, és Vi-nak most van ultia, a Wukongnak pedig szintén, na a következő két gank. Az, amire nagyon kíváncsi, mind a két piros van, mind a két piros le lehet szedni, Wukong pedig piros nélkül tervezi azt, hogy lejön botlane-re, nem. Itt körbe néz, aztán pedig visszamegy. Irelia 67, mint tartja. Tehát Irelia szépen játszik, jól tartja magát, Renekton pedig ezzel valamennyi szeretne beleszólni itt Irelia játékába, és pofoszkodni. Volt közben egy pinger is még itt botlénen. Trash húzás megy ki az mellé. Hát Vi-ja kireszedte a pirosat, nem volt túl egyszerű, azért azt valljuk be. Hát ott lett volna egy jó ward. Lett volna egy jó ezi ulti. Jajjajjaj, de csúnya lett volna. Lecsúnya lett volna, de nincs sem Wukong közben, már teljesen beninjázod. Elvileg nem tudnak róla, és le van a most engage-e, most van bajban így. Wukong úti túl hamar ment ki, túl hamar ment ki Wukong, ha Wukong kicsikét vár arra, ha Leonáig teljesen kijönnek, akkor ebből ölni lehetett volna, és még ők volna beleállni. Óriási hiba konkrétan, trash hal meg, semmi állfél a Wukong. Hibára halmoznak jelen pillanatban, így már. A lovasiék. Bocsánat, a fluxusiék. Aja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 j
keresünk össze lovasékkal. Legyen. Van egy lobuk, Renekton, most az lesz egy ló, nem pedig krokodil. Tehát lovasék, a kékek is. Luxusek, a pirosak, tehát ha Wukong nem megy ki, Leon úgy, hogy kiment. Már jönni, jött volna már a Dash is konkrétan, az még kimegy. Ki vannak a lény közepén. És lehet olyat fájtani, mint a húzat, nagyon hamar jött ki. Wukong szerintem ez egy órás hiba volt. Ezi flash nincsen, az ulti kiment White-tól, a Slovas találkész. 3-0, hirtelen konkrétan egy perc alatt elment majdnem egy K goldal így. A lovasi team. ...69-84, ugyanaz a szituáció, az a 10-et azt mindenki arra Irelia igényt tart. És ez a majdnem 20 lesz lassan, a kollasz teljesen jó, abszolút Easy Dragon-t lehet elhozni, hogy Ezzi ulti sincs még, csak most lesz. 87-80, minden még nem volt halál, toppon sem nagyon volt. Minden amúgy, minden ami még nincs jelöltve. Morgana flash-e az benn van, Orianna-é pedig majd bent lesz hamarosan. Éppen farmolnak mind a ketten. Ez kétség ki, ugye 90 kripp, majdnem 100 kripp járnak már így 10 percnél. Az mindenképpen jónak mondható. Dash viszont 0-2-es. 3 killből. 3 halálból volt 2. Az a dobás az jó, megjött Leon egyből. Vadhalál, azt hiszem, hogy kicsikét elszámolta magát. Nem túl tankít a Thresh. Ezzel orbitális divizet kap még pluszba a Jinx-től. Abból az ultiból. Hát a 3 killes Jinx az ilyen. 65 creeppel, 22 hit van lemaradva, ettől függetlenül ezek a killek, ezek a fájtok, ezek a Wukong hibák, ezek a trash halálok, a 0-3,
Azért az, ami mindenki, hogy Jinxet szét fogja feedelni, és már most el van feedelve, már most broken, eleve egy erős karakterre, ez kemény lesz. Ha az a Jinx szét fogja csinálni, jó, még nem az elején vagyunk, meg konkrétan csak 2000 goldról beszélünk, de tehát már most konkrétan a trash nem tudja tankolni a Jinxet, hát mi lesz akkor később? Egy-két pingedés minden. Hogy vajon hol az Orianna, de hát ott van az Orianna. Jelen pillanatban is. Ezen Lorti ugrik vissza, aztán az jó. A trade az, hát olyan forma-forma. Blade of the Ring King felé tart, közben Irelia. Relaktum viszont még nem volt otthon, most megy haza. A teleportok nincsenek. Tehát egy nagyon jó pustán ment haza Irelia. A torony HP-ra akarok elnézni, hogy áll teljesen. Jelen pillanatban így, hogy még rajta, még most sem megy haza. Jobban nem fog tudni húzni creepben így Irelia, ez tuti biztos, hogyha ez sokáig így marad, hogy nem megy még haza a Renekton. És ezek a trillet neki már fájnak, fél HP alatt. A creepeket meg kéne várni, talán azt úgy, hát most nem most kéne az, most biztos nem kéne az a Renekton, mert azok a creepek most jönni fognak brutálisan. Nem, hát ő hazamegy. Akkor Irelia most elkezd pusholni, aztán Csoki Rudi. Halli meg Rudi. Száznyolc és 80, hát most ebben elnézzük mindenképp a boltokba. 600 gold. Ami Jinxen rajta van, ugye már láttad össze, hogy készen van, közben ezért csak készülget. Ha hazamenne már készenne konkrétan. A Three Force, se az. Jó, egyből a Bloodthirster Ezreal-re. Nem tudom, erről azért elég sok mindenkinek a véleményt kikérném. Ugye Ezreal-nek szokás inkább a Lifesteal trónákba bepakolni és erre később rátérni. Persze az aktuális gold, amivel éppen hazamész, ez megint nagyon sokat jelent, hogy na, akkor mit tudsz magadnak megengedni, és mit érdemes már most, mire érdemes már most beruházni. Ebben nem vagy biztos eddig a döntés volt, de mindegy, ez van kint rajta, ez tuti közben. Nagat szeretne egy jó dash bevinni Ezreal-re, neki azért van ánkés shiftje, flash-e ugyan még nem, Estanból még eljön, de háromból nem. Még minden, mindig nem halt meg senki. 4-0 van, és csak éppen 1500 gold a különbség, tehát nem sok. Farmok azért mennek, haladnak. Dragon pedig sunyiba hozzák az emberek. Relaktum most már volt otthon, kapásból számfejére újított be. Irinien pedig ott van ugye. Elkezdte a Randuin-t, elkezdte a Railroad Rinkinget is, hogy hát nem tudom, hogy abból a Giants-ben mi fog készülni majd Irelia-ra. A Randuin az teljes mértékben érthető lenne. Az rendben is van. Stanford azt kötve hiszem, hogy Irelia valaki rárakná. Jó döntés első tényleg? Hát már ez egy nagyon jó dolog volt így ezt utána kérdezni szerintetek. Én... nem sokat Ezreal-re lesztem, ez tény is való. Hogyha igen, tehát ezt, ha emlékeztek, ezt mondtam, és hogyha éppessége úgy megy, olyan goldra megy haza, hogy ki tudja hozni belőle, akkor mindig érdem, egy BS föld az mindig jó megvenni. Ez tény. Most, hogy neki van a Lifesteal rúnából, ez nagyon kicsi, nem néztünk utána, de... na mindegy, ezen lehet a sokáig filózni, ez csak egy dolog. Na, az első két talán kijön most, minden az Orianna ulti, jó, Morgana flash-elj ki, megy rá kapásra, még egy flash. Megjött Vi közben, 1v2-be, az ultia kiment, nincsen flash a Thanosnak, még egy pofon kéne a barrier, elmegy, csúszik be, szép volt Vi-tól, Wukong lehet még baj van így, nem? Nagyon szép játék, és ugye belehal Morgana, de így egy-egyesre ment el, és ezt a killt sem Orianna kapta, amiért flash-elt konkrétan, és így neki abszolút nem értem, és bele is halt, tehát megint nem történt semmi, minden úgy majd idézőjelbe, tehát senki nem kapott killt, jött két assist, és mindenket nem meghaltak. Jött egy az állás közben, ez ugye most már az 1500-ból azért lassan 2K gold különbség lesz kettőjük közt. A lovasi csapat javára. Mert van egy lobuk. Hát ez milyen jól működik már.
Ugye, Irénnek az ultia ben van, Ignátja is van, viszont Ragnarok ulti megint csak ott van, tehát azért úgy agyatlanul berambózni, hogy majd most megölöm, az ugye nem fog működni. Ragnarok ultival számolni kell. Fogunk most back kell haza. Vine pedig most jött ki újra. Egyre szép gang sorod után, mert ugye minden produkált kellett, az aki ugye elhozza. Egyébként nagyon-nagyon szomorú magra lett volna ott, akit megenkeltek és nem történt semmi. Bútor pedig a számfőrös irillel esküdik. Hát na, hát azért mondom, hogy én nem vennék, de ez aztán ennyit se jelent, egy bugfittyet se, de nagyon ritkán látok számfájót, inkább akkor már Anduin-t pakolnám rá Irilliára, legalábbis én személy szerint. De az, hogy mi készül, ezt majd úgyis meglátjuk, mert azért is sokan nézzük. És azért 17 percnél a 160-as farm Irilliát mindenképpen szép teljesítmény, de minden is abszolút jól farmolnak a srácok. 6 kill volt 18 perc alatt, egy kicsikét kevésbé, mint egy gagyi foci meccs, ahol ugye 80 percig nem esik gól, azt mindenki ordibál, azt már végén nincs hangod és még semmi nem történt konkrétan, de 5-1 az állás, Orion a pókol, az újjára közben készen van Morgannának, ami nagyon sokat fog dobni rajta, míg ugye az Athénével rukkolt elő Orianna, Lorti pedig jön ki, a Stunna egy jó szlovol, elkezd fájtani, ugye benn van neki a Ignátja is még pluszban, de a Renekton ult itt még mindig nem sikerült kiszedni, és nincs meg igazából a dragonlopás Wukongtól, Vayne hozza el konkrétan Orianával, a prizonbe Orianra lehet menni, Orianna még mindig él, Dedoson rajta az Ignát, most hal meg, a Jinx ulti brutális a sebez, a klóntöli Jinx, a passzív pedig megy, lehet tovább menni, 1-3 ér, az a prizon nem talál, Jinx pedig megy, és így lehet 1-4 gyért, most, BOOM! Így van. 9-2, a Dragont se hozták el Wukongig, azt hiszem, hogy ez most sorsdöntő volt jelen pillanatban. A következő pár perccel ez tuti hatással lesz. A lovasi csapat nagyon szépen játszik. És Wukongnak igazából az érkezése... Közben beragadt az ónya hangja, halljátok? Meg ott csillog Morgan a feje, nézed! Köszönjük szépen. Music. Sponsored by Morgana. Hát remélem, minden keveset kell rá zoomolni, vagy közébe lenni, mert kellemesen jól nem mondjuk egy kapucsengőnek, de inkább nem. Amit Erkiller Twitch írt, ezt mondanám én is, de hát, érted? Tehát azért mondom, ez egy olyan téma, sőt, bármelyik téma az hozzászól, az mindenkinek más a tapasztalata, tehát előbb-utóbb is egy konferencia teremben le lehet ülni és órákat beszélni dolgokról. Na, Morgana, már ez az! Hadd menjen, ez az, hadd csapkodja nyugodtan az arcunkba, a fülünkbe azt a csengőd. Yes. Ajjaj, érkezik a buli közben minden, már nagyon-nagyon nagy gyűlés van, közben itt nézem az időt. Persze nem. Ez az Morgana, hát az eszméletlen jó lesz, hogy Leona köznek, a Stunja kiment, Organa-ra ment volna a fókusz, jó a flash, az így kellett is, azt hiszem, a Slov még talál, Jinx ulti ben van, hát nem hiszem, hogy sebez annyit, a barrier pedig azért, hogyha Organa-nak gyorsak az ujjai, azért mindenki bot lehet, de ezt nem fogja eltemetni egy Jinx ultiból, az biztos, de azért inkább félreáll, az a biztos, jó döntés. Megjött Morgana, de igazából azt hiszem, akármerre megy, mindenütt hallják. Te valami csiliggel, ja hát jön a Morgana, huhú! Konkrétan neki ultia van, az el kell tologatni szépen, az ónya szép közel, Orti mosan bajban, bizony is talál, overplay, abszolút, az ezi ulti közben állt, Morgana és éppen, hogy nem hal vele. Jó, oké, ez éppen ez megint túlzás, de azért az elképzelés az jó, ezi ulti, meg annál inkább, főleg, hogy honnan jött. Hú! Hát Lord itt kicsikét overplayelték, de ettől függetlenül 50 creep előnye van, 201 creep, 21 percnél szavunk nem lett az ő farmjára.
Hát... De farm... 176-172 ugye botnénel, ettől függ a Jinx 5-0. Most lehet számolni 2000 gold már, de ugye mindenképp a Dragon is közre játszik. És nem csak egy. Á, viszont jó, Leonát a Nagart, hogy kiszagolta, hol lehet a Wukong. A Vi ulti kimegy, Leona és Wukong jelen pillanatban burst-től, és Jinx, aki befejezi hátulról, lesz született a Jinx 6-0-ás közben. Hát... Szia Morgana, Allan, mi te is itt vagy most már valahol? Ja, befejeztem. 11-2 közben 7... Korteját szerintem. Hát az a húzás, ez nem a legjobb vadhaláltól. Ugye jelentően, hogy sajnos 0-4-es. Nem úgy összejöttek össze a dolgok neki, hogy kellett volna. Az elején egy kicsit elszállja, hogy közben vérkezik föl topra. Lordi megint bajban. Hiába farmol jól a fiatal ember. Teljes mértékben a folyamatos meglepetések a szemtanúi és fültanúi és érzéstanúi, ha lehet ilyeneket mondani. Vagy hát nem is tudom, hogy mondjam, de hát mindenképp első sorból élvezi azt, hogy szana szétgánkeli. Hatánál közben ugye. Hát egy varrot kihajítod a hátha segít. Igazából 40 szekmon lesz Dragon, tehát valamennyit fog segíteni, de hát azt mondja, hogy itt jön igazából a poliszáj. Ezt az enyém. Csű. ...220-170 topon. Szokás mondani, hogy hát Irelia nagy late game karakter. Ez, aki ezt azt mondja, hogy nem igaz, az valószínűleg nem ismerte még az igazán megérett Irelia-t late game-be. De jelen pillanatban úgy érzem, hogy az 1-2-es Ezreal mellett, a 0-2-es Orianna mellett, akinek még a damage-e tényleg halománya. Puh. De Morgan az az ónyával és Rabadonnal rendelkezik, még Orianna egy Blasting Band-ben és Atenidében kimerül. Az egy ulti még jön pluszba, de nem sok a búlott, ugye a Smite igazság szerint, hát volt, csak hát az úgy a cooldown ott maradt rajta, tehát nem lett használva, érkezik a Vi közben Wukongra. Hát a Vi ulti, hogy mire fog kimenni, jó kérdés, nem mennek tovább, érkezik az egész Fluxus team a toronyánál Miden. Igazán kicserél, hát esküszöm agyhúgykövet kapok. Kussaj már el! Ez így bírna, hogy azon abba hagynám. Sorry, tudod, de nem. Ez így fog végig csipogni, vinyogni. Hát ez eszméletlen. És esküszöm, hogy hangosan hallom már. Pedig elég halk a játék hangja. És annyira... Na mindegy. Közben építi szépen a Tiamatot Renekton, ahogy a számfélre már készen van. Elkezdte a Rambuint is. Ezt azt amaz, de még ugye semmi nincsen konkrétan készen a Sunfire-on kívül. De ez ugye elmutató Irelia-ra is. Ugye őrem 1200 goldot csücsül. Hát bármit is tervez. A Blade of the Ruined King után. Ugye már réges-régen készen van neki, aztán az jó. A Blade of the Ruined King most megy ki, fél HP-t a Renekton, neki azért ultia van. De elég jól lekalapált a Lordi is. Érkezik Vi megint. Hát azt hiszem, hogy tényleg kezd kicsikét Lordi kiégni. Érkezik Vuxen Wukong, ami viszont jó lehet. A Renekton ultira ki kell mennie, most megy ki az Ignite rajta kattog. Ezzel ulti az, hogy talán majd később jöhet. Morgana Prism viszont nem talál Renekton hozzá a Wukongot. Lordi van 1v3-ban, most sem bajban jelen pillanatban. Még egy autót, aki itt kimegy Morganától, megjött ide sípolni. Köszönjük szépen, közben botnél azért vannak szintén csak gondok. Orion érkezik vissza midre. Ketten büntették, ugye mind Leon és mind Jinx. A botlénen a három embert. Ami ugye hárman voltak fönt, Irelia Wukong pároson. Felülök Veszter egy pillanatra, igen, de nem sokáig leszek már online ma. Elég fáradt vagyok, 800 km vezettem ma. Szóval... De igen, persze. Hogy ne.
Addig is mindenki készüljön, ennek vége. Én még nem tudjuk, mikor lesz vége. Már nyúzom, hozom fel a Google Chrome-ot, menjünk sorsolni. Az elvárásokat, ajajajaj, a Prisoner az jó, meg kell védeni Oriannát, azon ugrik be Wukong. Ez is veszik egy kis Divizet még pluszba. Tehát a Renegade Gamers Facebook oldalát kéne lájkolni a nem a jó szimulás kupának a kreálása miatt érdekében. Illetve ahogy ők mondták, followjátok ezt a channelt, illetve lájkoljátok a Facebook oldalunkat. Ezekkel lehet nevezni ugye erre a kis pakra, amit meg lehet nyerni, ugye ennek 40 eurós összértéke van. Egyelőre egy néző fogja megnyerni. És ez konkrétan azzal zárjuk a streamet. Rá fogok írni majd a nyertesre, látni is fogja, ki lesz az. Egy dolga lesz, a Facebookját majd dobjon a nekem Twitch-en üzenetbe, és ugye azt majd továbbítjuk majd szépen a Renegade szervezőknek. És utána ők már intézik szépen a intézendőt. Meg jött ide sípolni, yes. Igazából nem is kell odaváltani magát, mert mindig igazából a főszerepe van már, a tököm kijön vele, hogy a 6 asszisztja, egy kéje, és konkrétan tényleg hangos már rá, könyörgöm. Na jó, menjünk ezt, nézzük ezt. De a kamerával nem foglalkozom, mert a kajak azt akarom nézni inkább. Pik. 220 kép Organa, 221 Orianna, abszolút egál. Amit a farm, viszont a gold teljes mértékben Morganáknak kedvez. Itt most mindenképp szóba jönnek a Dragonok, 2000 gold. Tehát ha körbenézünk, toppon ugye Lorti, ez a brutális farm mindenképpen többiekhez képest abszolút próbálja hogy kompenzálni ezeket a globális gold problémákat, ugye a három távol Dragon, stb. És ő egálvára lehet tudna, viszont az AD carry, a mid, jungle, support, egy, két, meg majdnem 3000 goldos különbségekről beszélünk, tehát az mindenképpen sok. És ez a globálgom is közel 10k-t jelent, 9,6-ot, 9,4, nem tudok számolni, 9,5, ugye? 9, 10, nem tudok számolni, 46, akkor lenne 36,4, húha, hagyjuk, sok. Hülye, hát, hogy több mint 10k, akkor azért nem jött össze a 9, igen. A kettes a matek érettségén, srácok is már 6 éve volt, tehát szorika. A vályulti közben kiment, a slob megtanál, Jigs-től az a Leon ulti, az három embert fog le, Orianna hát eltemeti konkrétan, hogy a zónja neki még nincsen, hátul Jinx-en a fókusz Irelia-tól. Ugye ez a late game Irelia azért valamit tud segíteni, a Lantern ott van, nem használ neki Lorti, X-Road még megy, behúz a trash, egy jó húzás végre vadhaláltad, ez már kellett, a Jinx ulti pedig mennyi szép a flash közben Irelia-tól. Szerintem Lorti-ra egy rosszabbunk nem lehet, mert nagyon szépen játszik, ahhoz képest, hogy nagyon rosszul állnak. Hát próbálják kihozni azt, amit lehet. Nem több mint 10k? Hát most van 10k, 10... Várjátok? Jaj, tényleg... Iszik ekkor tehát. Hát, ha segít. Jó, tény, tehát azért... 4 meccs egy cigivel az kevés pihenő volt, de időben nem futhatom ki, elvárások vannak ilyenkor, aztán nincs pihenő. Nincs Matyi. Fú, te minden CCL-en bakker. Ajajaj. Majd... Megbeszéljük, hogy minden hibánál valaki áthajol oda hozzám, azt ráver a fejemre egyet. Jó? Ez jó faszt. Akkor nem 10k-n. Akkor az... De amúgy se jött ki, a 9 se volt jó, pedig 30... Nem tudom, hogy volt. Nem akadt úgy... Nem egy számkülönbség volt, hanem 2. Tehát az 8,9 vagy 9,4, tehát nem tudom, mindegy. Most már tisztán látom, hogy 10k! Kereken 10k volt különbség! Ezt már nem lehet elrontani, ez most már egy utolsó simítás. Előtte persze csak poénkodtam, nem az, hogy nem tudok számolni, csak elnéztem. De most már jó. Gyerekek? Morgana bekusolt? Leszel a barátom? Please! Juhu! Ez az. Oh, azért már ennyivel jobb. Jó, hát sok mindennél nem jobb, de... Azért... Istenem. Újra csak a játék hangja. Söresz.
kúi ugrásai, illetve az elhalálozása nagy sikét. Az utolsó halálhörgéseit hagyjuk most már a karaktereknek, mert nincs Morgana, aki végig sípolja a pályát. Igazából egy ilyen mozgó csilingelő lehetett, vagy ilyen, nem tudom, ilyen valami tehén van, meg egy csengővel a nyakában, vagy én nem tudom, de végig sípolta az egész, és az konkrétan tény és való. Windsor, kedden, holnap reggel 10-kor kerülnek ki az ICL levonyítása dolgok. Én úgy tudom, hogy minden csapat elvileg jön, de mondom, tegnap fél óránál többet sem tudtam velük beszélni, mert én el vagyok most havazva, nem csak az ICL miatt, hanem melóztam is sokat. Szóval nem tudom. Nem tudom, de én szerintem holnap biztos, hogy összefoglalva minden hír kimegy ICL-re kapcsolatban, mert nem sem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az ISZ-esek ugye pénteken 6-kor kezdenek, ahogy néztem. Ezt mi összefoglalva összeszedjük és kiírjuk az oldalunkra, a Facebookunkra. Most aki követi, az én úgy tudom, hogy azért a behívó szó nagyon-nagyon magas szinten tőlünk eredt, az ICL-re, tehát tőlünk általunk is tudtok róla leginkább. Ezért úgy gondolom, hogy az valamennyire követitek, meg persze a LAN-szirgesz.hu, de megint csak segít ugye a LAN szervezők saját oldala biztos, hogy segít, de mondom, ami infót én le tudok fordítani magyar nyelvre, mert ugye nem mindig, én még néha én sem értek egy csomó kiírás, nem csak ott, hanem amúgy, tehát úgy tényleg úgy átláthatóbban, akkor mindenki jobban megírom és megcsinálom. Ez holnap biztos, hogy meg fog történni, mert azt hiszem, hogy 10 órára fog holnap kikerülni főadmintól, Ikarusztól, hogy hogy is lesz pontosan ugye levezénés és hány csapattal. Ennyit tudok minden neked segíteni, többet nem tudok. Szerintem amúgy igen, de se nem remélem, hogy minden csapat kap lehetőséget. Igazából szünetre nem lesz idő, ahogy dotásokat is néztem meg, és az egész évben össze van szervező, hogy milyen lesz a kupa, vagy a LAN. Hát szerintem minden egyes óra egy pauzt fog jelenteni. Amúgy nem, minden egyes óra egy áldás fog jelenteni, hogyha lesz lehetőség még játszogatni, vagy nem játszani. Tehát na, kemény lesz. Pörögni fog minden. Szoros kis meccs. Az a poén, NTRX 666, hogy kiszkágolt különbség van. Figyelj, most megállt, tudunk számolni. Berakom a 44-54 alá. Ezt kivonom. Akkor marad a nulla. Igen. 3. Akkor hozzáadom a... Hát... Hozzáadom, igen. 7. Várjál. Hú, de rég volt már. De mindegy, 10k különbség. 10.300. Kőkemény. Arany shilling a különbség, két csapat között. Nagyon viszont egy kort, utána a kezed már tényleg teljesen kiégni, szóval hamarosan a mesterek vége sorsolunk, és holnap pedig szintén várunk titeket a Renegade kupának a folytatásával, a finálé folytatásával. Vagy amikor az igazi finálé a csütörtökön lesz, de a finálé előkészületei. A húzás pedig talál a Guardian Angel-ös Jinx-re, ez a barrier az lehet, nem is volt olyan fontos, a Rabotonia most már készül az Orianának, azért az talán fog rajta dobni valamit, hiába van 10% különbség, azért próbál tartani magát, próbál visszajönni a fluxus, kutya nehéz dolga van. Hát Orian ez a jókat kacag, hát jókat az megvan, 13-2, én is biztos röhög még amúgy. Nem mennék egy matek tanárat, ez amúgy elmondani neked érdekes, mert képzeld el. Édesapám, egyetemi matek tanár volt. Anyukám matek tanár volt. Na anyám magyar tanár volt. És képzeld el, hogy én nekem tőlük semmi nem ragadt, baszd meg. Nem tudom milyen hormonokat küldtek át hozzád, hogy semmi nem ragadt, biztos. Érettség előtt apám azt mondta, hogy leül be matekozni. 7-es percig matekoztunk. Úgy elkezdett bele fordítani, baszd, hogy én felálltam azt. Hágyjál még én! Nem matekozok. Tehát így volt a gyönyörű szép sok-sok évvel ezelőtti érettségi, azaz, hát most már 7 éve volt, na bocsánat, hogy káromkodok, Isten biztos, hogy befejezik, mert ez a Renegade kupának is lehet, hogy rossz hírnevet szerzni, bocsánat, de ez minden felelősséget melak minden, hogy a szavamért, tehát engem kell majd kukába húzni, így szerelni, illetve feljelenti, kinyírni, megölni, megkövezni, levárni a herejévet, mindent, engem lehet büntetni, szarok rá. Nem hiszem, hogy apácas uliba járnánk, de azért persze mindenképp a szakmai értelme miatt, illetve tényleg a mondani való miatt mindenképp meg kell tisztelni a szép beszéddel. Nagyon nehéz, ugyanis nem tudok beszélni magyarul, csak ugye a tőszavakat, hogy buzi, hülye, fasz, meg ilyenek. Bocsánat, a bajtam, jó. Komolyságok. Mindenképp egy óriási meccsen vagyunk, 10k-ból több mint 10k-ból a különbség jelen pillanatban is, és mégis nehezen adja a vérét.
jelen pillanatban Fluxus csapata, tehát azért az úgy kemény. A hajad az agyad is eltűnt. Amúgy, hallod, ritkul a hajam. Esküszöm, ritkulok. Vágod? Tehát kopaszodok, elől kopaszodok. Most, ugye 4 napig nem húztam a borotvával, és látom azt, hogy elől kopaszodok. Nagyon rossz. Hát 26 éves, 25 éves vagyok, érted? Ez kopaszodok, na nem áll. Jó, mondjuk az egész familynek mindenkinek kopasz a feje. Valamint azért meg hullik a haj, és hát kopaszodik. Között, azt milyen nőzőt kapott hátul! Vukon Gulti pedig pörög 3-ben között a baron közben. Thresh húzik el jelen pillanatban, és meghal double kill közben. Irelia és Orianna ugye jelen pillanatban nincsen. Jinx még menne, meg lesz Wukong is. Ott a passzi plusz a 3-0-ért. És Legendary 8-0-as Jinx jelen pillanatban, Thresh van bajban, de nem foglalkoznak Thresh-sel, mennek miden, mennek torna dönteni, közel fél perc, mire Orne majd fog jönni. Hát elkezdi tankolni Vi, de Jinx még a habokba sincsen, ettől függetlenül minden akart, hogy hozza. Így van, de amúgy tényleg, bocsánat, Kertor amúgy teljesen jól mondja, mert amúgy nem azért voltam a téma, de azért is téma lehetek, persze, bocsánat. De hova kapaszasz még? Sorry. Közben ugye még mindig összekori annáig. Az inhibitor az már, azért vágjátok, 16-2 van. És azért nagyon kicsiket lép. Nagyon kicsiket lép a lovosi team, nem mer azért annyira all-out-ozni és menni halkok oda, hogy befejezni meg ez meg az. És azért itt elég sok kiesek a HP-k is. Tehát azért ekkora különbségnél ennek nem így kéne zajlódnia konkrétan. Tehát mindenképp, tehát a számok azok nem hazudnak, tény, de most valamennyire füllentenek picikét. Én azt hiszem. Ezt a sztorit még nem is hallottam, na itt van Gábor is, szóval ó, van is sok sztori. Ó, Istenem. De emlékszem, hogy Ilecsin a három szöveges kérdés, ami azt hiszem, hogy darabonként volt valami 10 pontos. Azt hiszem, valami 3 pontos sikerült elhozni, 30 volt, tehát. Az első oldalon ültem egy órát, aztán pedig a többit teljesen elcsesztem, de... hát meg az összes matek órán kaptuk az egyeseket. Pont ugye Gáborra, hozzátársammal, Prágerni utált minket, fúj. Mi is őt persze. Minden egyes, minden nap. A heti 4 matekunk volt, minden matek óra előtt próbáltuk házat lemásolni mindig. De hát inkább lementünk ugye kaját venni, vagy kajaszolni, meg nem igazán foglalkoztunk vele. Becsöngette bőn a tanár, gyorsan, Erzsik, ott hátra gyorsan a leckét, hadd másoljam le! És akkor, na, írjuk fel akkor a táblára a házit, Német Ákos, oh, kurva. Másnap Német Ákos, másnap Német Gábor, másnap új felsőről, másnap Német, tehát 3 vagy 4 voltunk, akik mindig fölöltek a táblára a feladatokat, a házi feladatokat, és soha nem volt kész, és mindig kivittük a csajoknak a fizetét, és felültük az övét, csak hát, hogy elég sokszor lebuktunk, és sok egyesünk volt. És ugye a témazárókkal meg ezeket hoztuk valahogy vissza. Na minden szép, régi szép idők, de hát ez van, volt ez is, de ugyanúgy mi meccsen vagyunk. 16-2, 14K gond a jelen pillanatban megy a lovasi team. If you know what timing, köszönöm. Ugye, ha nagy bögyös mataktanákat hozol Frozzi, 1-2-3, akkor jöhet. Az összes jöhet. Bögyös? Meg persze lány. Tehát, behozol itt egy ilyen maját, transzfeszítő állatot, akkor valószínűleg falnak megyek, de persze, na jó, oké, tényleg hagyjuk abba, mert 10 percet csak trollkodunk. Sorry. Nehéz néha megállni, mert én is ilyen trollneveldében nevelkedtem már 10-valahány éve, mióta az e-sports, meg a internet világában élek, tehát sorry. Na, igen. Tehát, ugye az inhibitor belőlt minden, baron jelen pillanatban is áll. Az előző baron elkezdésből lett az a fájt, ami az inhibitor elvesztésével járt a Fluxus teamnek. És jelen pillanatban nagyon-nagyon együtt mozog, és valamennyire félnek, Detox fél manán van, mindenképpen neki lehet, hogy haza kéne kacsingatnia. De hogyha láttatok most szépen sunyiba, itt még talán láttak őket, hogy elmentek. De egyenesen baron felé mennek. Így egyenesen baron felé mennek, el is kezdhetik. Nem, hogy a VAR most tehát kiütve látják, hogy érkeznek, nem merik bevállalni. Gyerekek, 16-2 van, 14K gondkülönség is nem merik bevállalni ekkor előnnyel, mert ennyire tartanak. Ennyire megfondolnak, ennyire lassan, biztosan, piciket lépve próbálnak menjen a meccset. Azt hiszem, hogy a tryhard szó nem a megfelelő már erre. Hanem az apait, anyait, ez a megfelelő szó erre, és konkrétan pontosan ezért látjuk egy orbitálisan jó meccset. Bármennyire is, akármilyen számok vannak, nincs eldöntve a meccs. 40 percnél bejön egy hiba,
beletol az egészet. Jó, oké, áll majdnem az összes tóver jelen pillanatban is a lovasinak, nehézen elroboton odáig, de akkor két hiba, és vége a mesnek. Megint egy var kipucolás közben, a trash húzás talán Renektorra, hát azt átrángatni a falon nem lehet, de megráncikálni ott bent mindenképpen. És elkezdik közben a baront. Van. Meg meghúzza Mayt is közben, kijött Leona, kijön Renekton, kijön Vi is, 3-5-ben fájtanak hátul, Lorti jön közben hátul a Kerrikre, kezdi el Morganával hátul, két Kerrit zónáz jelen pillanat Lorti, kettő eddig a nulláért konkrétan, és igazából 3 a nulláért, és Jinxon most baj van, gyerekek, hát mit fogunk most látni konkrétan, hát nem hiszem el, leészelnek közben a srácok, hát hihetetlen, a Gázincs most kevő, hát brutális, hát Lorti, amit csinál, gyerekek, összehúgyozom magamat, hát ilyen nincs a világon, hát ilyen nincs, és pontosan ezért féltek, pontosan ezért, hát, és alig mondtam el másfél perce. Hát ilyet azért nem látok minden nap. Lorti két, az AP, az AD-kérét maximálisan kizonyítani, kimennek hárman, túlvállalják magukat, hibáznak 3-5-ben, 3-4-en fájtanak, hibáznak, visszajönnék, már kapásban 10 kállak van a gold különbség. És dőlnek a tonök, és dőlnek az inhák, és talán a meccset be lehet fejezni. Hát mit fordítanak a srácok? Hát ezt nem hiszem el. Az inhibitor megvan, 20 sek van még kapásra, ott vannak a creepek, be lehetett volna fejezni konkrétan, és legalább Nexus Tower mellett volna szert tenni, de akár kellett menni baronozni is. Nincs baron, egy kis pihenés, egy kis magas, egy kis levegővétel pihenőre hazamennek, inhibitorjuk van, topot, topotok visszátolják, és lehet baronnál fájtolni, és meg lehet nyerni a meccset. Mind a két csapatnak most már ugyanakkor esélyeke vannak. Szabad a préda! És elkezdik a baron közben, próbálják a hibájukat mindenki visszafocizni jelen pillanatban. Érkezik rá Wukong, smite-ja lesz, flash-e van, meg kell próbálni, bele kell szólni a baronba, Wukong most fog jönni, és még nincsen, és mi hozzá ez ulti jön, azt hiszem, hogy most mindenkivel tartanik egy kicsikét, megint visszavihet ugyanaz a tendencia, hogy büntethetnek a lovasség, főleg a baron buffal, és megint közel 10 kg volt a különbség, de csak 9, azért majdnem 10 egész jól kerekítünk már megint, nem baj. De a baron megvan, nem ért oda a Wukong, nincs meg a Wukong, még akár talán a Dragon elmehet Lorti, de jelen pillanatban 350 creepes irériával Lorti nagyon jól zónáz, nagyon jól csinálja, és nagyon sokat tesz hozzá a csapatjátékhoz, a csapat eredményéhez, de még nincs vége. Nincs vége, megízadnak ezért a meccsért ők is. Mindenki megízad ezért a meccsért. Na, az ambush. Am viszont egy halálos... halálos dolog tud lenni. Egy kék az... nagyon jó kérdés, hogy mikor lesz... akkor az volt. Akkor az már Oriannál van. És érkeznek közben hátulról, Vimán felhúz az öklét. Jönnek vissza, jezik, látták, mikbe is húztuk középre. Bármi is van, inkább menjen egy kúki, az a tuti biztos. Nem volt benne a prison, azt talál. Super Minionra. Tizenhét hét, 45 perc, hát 10 órán túlmentünk, de ez a legkevesebb. Azért azt hiszem, hogy most joggal vagyunk 10 órán túl, és csúszunk egy picikét, de ez mindig belefér. 17-7, 10 K gold, 10,5 K gold, a különbség már, kicsit nő, megvan tolva, inhibitor ugye jelen pillanatban lovaséknak nincsen. És ugye, ha azt visszatolják, és betolják valamikor még a barombufot kihasználva, akkor ugye nekik mindenki hamarabb fog spawnolni, ez gondolom evidens. Ez olyan, mint az 1 meg 1, az ugye 3, 2, ja, sorry. Most jó, most jó, az érdekes, hogy a szarvic volt, meg poénkod, de nagyon mennek fel közben a topra a srácok, a lovasiék, hogy a baron buffot még ki, aztán nem használják, hogy összeesünk közben elmegy trashségtől, meg a torony közben, 7-4 a torony arány, botlén egy gyerekek, a külső torony még itt van. Az is ugye elég sok goldot jelent, jó, ilyenkor ez az 1000 goldocska már, ugye 7-800 goldocska nem fog sokat jelenteni, de az is ott van, az is tök jó lenne, ha lenne, de nincsen.
Lorti majdnem, hogy belecsúszik a prizembe, de inkább így arrébb. Tengeti a kis beleit. Már érkezik közben Midre, inhibitorral szert kell tenni. Most lesz inhál lassan újra lovasi teamnek. ...17-7, 46 perc, az inhibitor megvan, több szupermire nem igen fog jönni, és most még a barombuff jelen pillanatban, hát olyan túl sokáig nincsen, de még egy fájtra talán elég lesz, az inhibitor azt most be lehet tolni, mert ettől tartani fognak, barombuff ellen nem fognak fájtolni, ez tuti biztos, inhibitor jelen pillanatban ugye le van döntve, akár egy jó Leona, hát nem is tudom, hogy lehet engage-elni, nem is tudom, mit érne meg engage-elni. Azért ilyenkor a lead game mindenki számít. A Guardian Angel-je konkrétan, hát még messze lesz. Irinek még az nem lesz meg. Ha az meg lenne, akkor édesem szerint Lorti tudna van rád asztalra megint csak. Guardian Angel-nek egy picikét átgondoltabban kell majd játszania, de szeretne ő menni. Defelni kell minden, defelni kell toppon. Hazamennek ismét, pihenő. Oké. Pihenő, akkor mi is leszünk egy kortehát, hogyha megtalálom a... Üres. Itt van a kis teácskám. És megvan. A 10k gold az adott. 10,5k megint csak, közel 11k. Hát... A barombuff ugye lejárt jelen pillanatban már, ha minden igaz. Igen. Tehát kihasználva nem lehet, ettől függetlenül a gold az mindenki megjött belőle. Ez tény és való. Hát, ugye piros buff jelen pillanatban a Jinxnek nincsen. 8-1-es a Jinx, 3-2-es Ezreal. Azért lassan mindenki full build-en van, ezért még egy item hibázik, még ugye valami még készülhet neki előbb-utóbb. Ez a szemben Jinx totálisan full build-es. És igazából Morgana is. Orianna pedig szintén nem. Tehát két játékos sincs full build-en a Fluxusból, és mégis még vannak, és mindig tartják magukat. Hát ugye... Turony ott van, max HP-n. Hájjájjájjájjáj. Vukog érkezik Homeguard-dal. Az ulti nem ment el ki, a Vi ulti most meg ki hátul Thresh-re. Leona bent, kicsikét mélyen fájt, itt a front lane. A Vi és Leona és Renetton közben hátul Vukong szórakozik. Morganával, Morgana Guardian Angel ott van közben, és most érkezik hát Orion és Ezreal. Megint el fogják rontani, és megint vissza jönnek konkrétan ebből a hátul Fluxusig. Három semmi HP, és hát nem tudom a Vi hova vitte a csapatát, a halálba konkrétan. Tehát ez egy olyan hülyeség volt, hogy megint csak ebből baront lehet adni. Nem, másik perc, a barom van, egy perc még nincs Renekton, és 5v4-ben lehetne bármit csinálni, inhát visszatolni, fájtolni, háborozni, Lorti most jön, a trebe beleáll, a húzás jó, Lorti most mehet, ott az első, Leona be fogja fejezni, hát valaki már biztos befejezi, azért még a stunok kimentek, az tény és való, na, bum, megvan. 3v5 jelen pillanatban, hát 60 szakig nincs Leona, és több mint fél percig nincs Renekton. Van egy Guardian Angel-ös Jinxünk és egy Guardian Angel-ös Morganánk, illetve egy Vi, akinek a Guardian Angel már leesett, az inhibitor biztosan megvan, Vukog jelen pillanatban ugrik rá Jinxre, de ez a Morgana shield, ez teljesen... A Jinx ulti még hátra nem, detox szeretni, Jézus Úristen, még ott igazából az Orion ulti elment valamire, ettől függetlenül Jinx befejezi, hátul kiment az ulti még, Soreszre, meghal közel Orti, hát oda-vissza adják a labdákat, és azért ketten most itt meghalnak konkrétan végig a mesnek. Lord csúszik, Flash-en Ezreal, az ultia még elmegy, azt fejezi be konkrétan, még föl között Thresh-ölik meg. Van egy Ezreal, és egy Morgana, Jinx, Renekton trió. Hát, Ezreal, good luck, have fun. Erre van. Hát ez 50 ezer ki kéne húzni, pari. Back. Shop. Aztán hajrá. Hát nem sok esélye van konkrétan, hogy 35 másodpercben fog éredni majd Wukong. Ultival fog ugyan kijönni, de hát addig ezt a két tör a Jinx. Hiába ez ide-oda, ez be lehet fejezni, illetve be kéne fejezni. Papírforma alapján a Banshee-t leszedik szépen. Nem lövik. Renekton még csak most sem majd meg. 15 szekmonyi Wukong. Inhibitor beütik. Super Minion men, megy. Hát azért 10-ek azért mindenképp meg kell legyen. Meg kell legyen, Sörres ezt nem fog kidefelni. 21-10, hát voltak itt fordulat, de csak elhozzák lovasaik ezt a meccset. 5-szep még a Wukongig, Ezi ugrál, dobál, köpköd, Wukong jön majd, fél HP Nexus, kész.
GGVP, mind a négy csapat megvan holnapra, hogy kik fognak játszani. Hamarosan gondolom, hogy minden szépen ki is fog kerülni a Renegade oldalára, mi pedig mindenki vevünk a nyereményjátékkal, aztán pedig én húzok tentízni, de minden üzenetet el fogunk olvasni. Congratulation, azért volt lehetőség pluszosok visszajönni, meglepetéseket teli volt a meccs, de GG és VP.